Köszöntjük a sajtó megjelent képviselőit, itt Dunakeszin, Szijjártó Péter háza előtt, villája előtt. Szijjártó Péter 2006-ban az alábbiakat mondta. Az embereknek elegük van a luxus kormányzásból. Majd hozzátette, a Fidesz szerint puritán elveket szem előtt tartó, plebejus kormányzásra van szükség. Ez ma is így van, Szijjártó Péternek igaza van. Elege van az embereknek a luxus kormányzásból. Ma egy ilyen plebejus villa előtt állunk. A plebejus szó azt jelenti, hogy köznép. A villát Szijjártó Péter 167 millió forintért vette, holott ennyi pénzt legálisan nem kereshetett, még ha nem költött egy forintot sem az év 365 napját az utóbbi években. Igaz, azt mondta, hogy a szüleitől kapta, ebbe egy kicsit belekavarodott, mert előbb kevesebb összeget mondott, utána többet, és hát így elég nehéz most megmagyarázni, hogy mennyit is kapott a szüleitől kölcsön. Ráadásul elhangzott tegnap egy mondat a szájából, amikor azt mondta, hogy ő semmit nem szégyel ezzel kapcsolatban, mivel hogy a szülei végig dolgozták tisztességgel az életüket, és ezért tudták neki biztosítani ezt a lakóházacskát itt a hátunk mögött. Ezért én úgy gondolom, hogy több millió embert sértett meg ma Magyarországon, több millió szülőt, aki gyermeket nevel, akik tisztességgel végig dolgozták az életüket, és nem tudtak a gyermeküknek 167 millió forintért villát venni. Miközben a magyar családoknak a fele nem tud már napi élelmiszerre elegendő összeget keresni. Amikor ma Magyarországon arról beszélünk egy tanulmány szerint, hogy 900 ezer lakásban fával, szénnel és PB-gázzal fűtenek. Amikor arról beszélünk, hogy 170 ezer gyerek él olyan lakásban, ahol nem hogy fürdőszoba nincsen, egyetlen egy sem, még WC sem. Nincs WC ezeknek a gyerekeknek a lakásukban. 170 ezer gyerek otthonában nincsen áram. 620 ezer gyerek lakik olyan lakásba, ami penészes vagy beázott. És közben halljuk a hírekbe, hogy 1700 milliárdos megszorító csomag vár a magyar lakosokra. És itt állunk egy 167 millió forintos villa előtt. Magyarországon a magyar emberek azt üzenik Szijjártó Péternek, hogy ha ő nem szégyelli magát, üzenjük, hogy szégyellünk mi téged. Ennek a luxusvillának csak a rezsie havonta 500 000 forint. Értjük most már ezt a nagy rezsicsökkentéses sztorit, hát akkor magunknak csökkentjük a rezsit, mert addig, míg az átlag magyar családok pár ezer forintot kapnak havonta, az ilyen luxus villában élő emberek pedig akár 100 000 forintot is kaphatnak a saját maguk által rezsicsökkentésnek mondott akcióból. És nem egyedüli ő a Fideszben. Nem egyedüli luxus fideszes Szijjártó Péter. Beszélhetünk Rogán Antalról, akiről kiderül, hogy most már nem 6 alkalmazottja van a saját lakásában, hanem 7. Mészáros Lőrincről valóságos királyságot épített Felcsuton. De emlegethetjük a miniszterelnököt is, Orbán Viktort is, akinek nem tudjuk, hogy miből lett az az óriási vagyona. Szijjártó Péter és az összes luxus fideszesnek előbb-utóbb el kell számolnia a magyar emberek felé. Ezt nem csak mi látjuk, a magyar szocialista párt politikusai, hanem látják a magyar emberek is. Az összes luxus fideszesnek el kell számolnia. A magyar emberek nem fogják már ezt sokáig tűrni. Üzenjük Szijjártó Péternek, még egyszer mondom, ha ő nem szégyelli magát, akkor a magyar emberek üzenik, hogy szégyelje ő magát. Átadnám a szót Fári Évának, a helyi polgármester jelöltünknek. Köszönöm szépen, köszöntök mindenkit, a sajtó képviselőit. Itt Dunakeszin nagyon sokan megkerestek engem azzal az elmúlt hetekben, hogy a véleményüket fejezzék ki arról, hogy mi a véleményük Szijjártó Péter vagyonosodásáról. Mivel eddig nem nyilatkozott, ezúton kérem Tuzson Bencét, a térség országgyűlési képviselőjét, hogy nyilatkozzon arról, hogy korrektnek és tisztességesnek tartja ezt az eljárást, hogy egy 36 éves, eddig csak is politikával foglalkozó ember ilyen luxust felhalmozhatott-e magának. Valamint kérem Diósi Csabát, Dunakeszin jelenlegi polgármesterét, hogy nyilatkozzon arról, hogy korrekte, hogy fideszes vezetők
ilyen jó módot teremthetnek maguknak. Valamint szeretném megkérdezni Diósi Csabától, hogy nem tartja vérlázítónak, hogy Szijjártó Péter jelenlegi lakásához az önkormányzat viakolor burkolattal látta el az utat. Továbbá a saját apusa által építetett 6 lakásos társasházhoz is viakolor burkolat fedett út vezet. Továbbá az önkormányzat először 440 millió forintot, utána még 450 millió forintot költött hitelből arra a térre, amire a városnak igazándiból szüksége nem volt. Viszont szüksége lett volna, és itt kezdődik az, ami nagyon felháborít mindenkit, szüksége lett volna még iskolára, hogy diákok ne konténerbe kezdjék meg az idei tanévet. Továbbá, hogy ne répás zsömlét kelljen enniük uzsonnára. És vannak olyan utak még Dunakeszin, amik földesek, vízmosásosak. Az ottani lakosoknak sajnos esőben bokáig kell járni a sárban. Szeretném felkérni Diósi Csabát és dr. Tuzson Bencét arra, hogy ezekre a kérdésekre mi hamarabb válaszoljanak Dunakeszi lakosságának.